A szülők szurkoltak, a gyerekek közül pedig valamennyien lehetőséget kaptak tehetségük, ügyességük bizonyítására annak a mini bajnokságnak a során, amellyel elindították a szezont a zempléni hiúzok. Az eseményre meghívást kapott a Debreceni Hoki Klub és a nyíregyházi Szabolcsi Solymok csapata. Az U8, U10-es korosztályban játszó gyerekek körmérkőzéseket játszottak egymással. A nyíregyházi gyerekek számára nem volt ismeretlen a Sátoraljaújhelyi létesítmény, hiszen edzéseken vettek már itt részt. Évek óta van már szabad csarnokunk. Ilyenkor általában a novembertől áprilisig van jég, a szabad időben pedig akkor görkor is, meg erőnléti edzések vannak. Hál' Istennek a zempléni csapattal sikerült egy ilyen kooperációt kötni, úgyhogy ők biztosítanak nekünk lehetőséget azokban az időszakaszokban, vagy időpontokban, amikor nincsen Nyíregyházán jég. A zempléni hiúzok pedig teljesen ki tudták használni a hazai pálya előnyét. A nyáron folyamatosan edzőtáboroztak. Az ősz beköszöntével pedig visszaállt az U8 U10-es korosztály a heti 3 jeges és mellé az 1 száraz edzésre. Az edzések mellett pedig rendkívül fontos, hogy meccseket is játszanak a gyerekek. Egy meccs az a régi edzők szerint is, és szerintem is kitesz legalább 10 edzést. Ilyenkor tudjuk azt látni, hogy mi az, amit csiszolnunk kell, mi az, ami jól működik. Nyilván megbeszélünk számos dolgot előtte az öltözőben. Ez helyek közzel szokott működni is, és nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy hol is tartunk pontosan. A gyerekek nagyon várták, ez a jégkorong sava borsa gyakorlatilag, úgyhogy nagyon örülök, hogy egy ilyen felkészülési tornával tudtuk megnyitani a szezon. A Zempléni Jégsport Egyesület ezen belül a zempléni hiúzok a leendő csapattagok felkutatásával sem állt meg. Folyamatosan várják a jeges sportok iránt érdeklődő gyerekek jelentkezését. Minél több gyerekkel szeretnénk megismertetni ezt a sportot itt a városban és a környéken, mert nagyon ritka, hogy egy ilyen létesítmény legyen valahol. A nyíregyháziak se véletlenül hozzánk járnak edzeni, ott még nincs jég. Úgyhogy egy nagyon jó adottságú létesítmény az otthonunk, és ezt minél több gyerekkel szeretném megismertetni, ennek a sportnak a szépségét. A Zempléni Jégsport Egyesület valamennyi szakosztályában sportoló gyerekek rengeteg időt töltöttek a nyár folyamán a jégen. Így készültek arra, hogy a szezonban megrendezésre kerülő versenyek során minél eredményesebben szerepelhessenek.